vagyunk a Pécs szinte belvárosában, 500 méterrel Pécs sétáló utcájától, Pécs központjától, a Fischer Béla utcában, ahol megnézzük a körülményeket, milyen önkormányzati lakások vannak itt, milyen körülmények között laknak emberek, illegálisan, szemét kupac között, bűnözés, drog, és itt Pécs belvárosában. Nézzük is meg! Mióta adták be a lakást? Hát nekem már ben van már 2 éve, 3. És nem kaptak azóta semmit? Tudom, mit mondtak nekem? Még örülnek neki az, hogy még nem költöztetjük ki magukat onnait. Már itt vagyok már kb. 10. éve. És akarja fizetni is? Persze. Azt mondták, hogy szó se lehet róla. Ő nem fizetheti a bérleti díjat? Persze. És mit mondtak miért? Hát, azért már önkényesek vagyunk. Itt volt, aki fizette is. Akkor meg elköltözött innét, vettek inkább házat, úgy összejöttek a pénz. Önök mióta laknak itt ebben a lakásban? Illegálisan laknak itt? Igen, de viszont ők megmondták azt én nekem, hogy igazából a lakásom is az arról szól, hogy így megfogják, addig teszik, oké, és majd lesz. Napi jövedelmem az igazából megvan a frankó, de 15.000 forint. És ennek ellenére se. És nem kap önkormányzati lakást? Nem. És nem is. Mivel magyaráz az önkormányzat, hogy nem adnak ennek? Lesz. Idővel. És ez a szemét, ez hogy került ide, vagy hát ez itt volt? Ez úgy került ide, kérem szépen, hogy volt ezelőtt 2-3 éve, volt itt egy lakók, igen, ilyen lakók, egy nő, meg a férje, ilyen drogosok voltak, többen voltak. Mi kihordtuk, ők meg behordták. Ez a belváros, ez a szíve, közel van mindenhez. Mi szóltunk neki, mondom, hozzalass valaki kontinert, kihordtuk. Ja, az önkormányzat? És mi volt a válaszra? Azt mondták, hogy ők ide nem hoznak semmit, toldjuk meg, hogy tudjuk. Ja, nem foglalkozik semmibe az önkormányzat. Nem. És amikor ide költöztek, ez a rengeteg személyek már itt volt. Hát nem csak ez volt itt, hanem itt idáig élő szar. Ezt mi bejöttünk ide, az úgy jöttünk be, hogy itt tele volt szarra, szemétem minden nap. Igen. Ezt én tudtam ki, 16 zsák szemét jött. 50 ide hibóban ide. És hogy ennyire, hogy itt nézzen ki. Rákcsálók, patkányok? Hát van elég. De most egy darabig már, darabja már nem láttuk őket. Elbújtak. Voltak? Volt. Maga jött megnézi ott lenni a sarkon, hogy én veszilánkos dolgokat beröntem. WC is le van izében, mert... Ja, nincs WC-jük sem? Nincs sem, mert... Ivóvíz vagy villany? Semmi. Úgy hozunk vizet. Benzinkúthoz járnak meg, mosakodni, vízzel. Hát mosakodni, hát igazából a közkút. Ha itt van a közkút, akkor azt mondja a Balokánynak. A Balokány közkútra járnak. Itt a hordóba tárolják a vizet. Volt egy két balhé is. Verekedések? Igen. Meg a sok drogosok itt voltak. Ja, drogosokat is? De már hál' Istennek már nincsenek itt. Előző kapcsolatomban van egy gyermekem. Van egy őtőle, saját, van egy nevelt. De viszont az, hogy itt valaki segítsen. Én roma. Én is az vagyok, de viszont nem úgy élünk, mint ők. Azaz, na most, de nem úgy viselkedünk, nem drogozunk, nem csinálunk semmi hülyeséget. Nincs lakás. Nincs.